Ez itt az Anza, a Totalcar hírösszegző és hírhátterező műsora, amiben végigvesszük, hogy mi történt az autós interneten az elmúlt egy hétben, és erre csak 10 percet szánunk. Vagy kevesebbet. Nagyon fontos, hogy minden, amiről beszélünk, az itt van a videó alatt az első kommentben belinkelve, úgyhogy el tudjátok olvasni részletesen is. Olvassatok, mert olvasni jó! Az első hírünk: megmutatták az új Mercedes SL belterét. Ugye az SL egy fontos modell, mert bár nem adnak el belőle annyit, mint mondjuk S-osztályból vagy a hobbi terepjárókból, mégis ez határozza meg egy kicsit a Mercedes-t, a presztist, a nyitott tető, a kényelmes utastér, az erős motorok, ez egy igazi nyitott utazóautó. És hát, mint ilyenbe, bele kell pakolni azt, amit éppen a Mercedes tud, közel olyan luxusra számíthatunk, mint az S-osztályba. Például nagyon érdekes részlet, hogy a nagy középső tablet dönthető lesz, hogy ahogy süt a nap, mindig jó legyen a betekintési szöge, és az ember mindig lássa, hogy mi van rajta. Az egy érdekes kérdés, hogy vajon mennyire fog melegedni, mert azt ugye tudjuk, hogy ha a nap süti ezeket az LCD paneleket, kifejezetten fel tudnak forrósodni. Maga az előttünk lévő óracsoport az süllyesztett, árnyékolt, szintén valószínűleg a kabriós felhasználás miatt, és nagyon érdekes, hogy ismét négy üléses lesz az autó, a hátsó üléseken még a gyár bevallása szerint is nagyjából 150 centig lehet majd kényelmesen elférni. És hát ez lesz az első SL, amiben összkerékhajtás is lesz, mert hát valószínűleg a vásárlói igények mondjuk Szent Moritz hegyeiben, amikor el kell menni a sípályára, azok ezt igénylik, és hát négy személlyel sem SL kétségbe, hogyha el kell vele valahova menni, tehát tökéletes családi autó lesz. Nagyon érdekes az SL-hez való hozzáállás, hisz a Mercedes komolyan foglalkozott hardcore sportautókkal, mint az SLR, azt nem akarták megvenni, ezért adták olcsóbban az SLS-t, amit szintén nem akartak megvenni. Az AMG GT sem lett átütő siker, ezért most egy olyan SL platformot építenek, amiből készülhet kényelmes túraautó is, meg rendes, sportos, hegyes gép is, és ezzel le fogják fedni az összes olyan igényt, ami felmerül ebben a kategóriában. Remek átkötés, hogy az Aston Martin Valhallába is Mercedes motor kerül, ez ugye egy 4 literes AMG féle biturbo V8, egy 400 voltos hibrid rendszerrel megtámogatva, és hát nem lesz ez egy komoly hibrid, tehát nagyjából 15 km-t tud majd tisztán elektromosan, viszont így sikerült az autós súlyát 1,5 tonna környékére szorítani, ami ebben a ligában egy elég jó érték. Olyan nagyon szépen klasszikusan, angolosan elegáns, nem olyan hivalkodó, mint mondjuk egy Lamborghini. Nagyon tetszik, hogy az Aston rácsavarodott erre az északi mitológia dologra. Ugye a Valhalla az a csarnok, ahol a csatában elesett harcosok összegyűlnek és készülnek a világ végén vívott nagy csatára, a Ragnarökre. Van is ebben egy pici áthallás, hogy hát valószínűleg a belső égésű motor mai formájában már talán az utolsó felvonásra készül. Korábban már többször hírtattunk róla, hogy érkezik az RS3-as Audi, jelen formájában valószínűleg az egyik utolsó, hiszen még 5 hengeres turbomotor van benne, és még 3.860-on, de már van driftmód, és hát itt fog készülni Győrben, mondhatni igazi hungarikum lesz, csak hát ez nem a karikás ostorát csattogtatja, hanem majd a kipufogóját. Ez egy olyan igazi győri erős pista. Nem tudom, mit szednek a koreaiak, de remélem egy darabig még szedni fogják, mert amikor mindenki hobbi terepjárót meg villanyautót fejleszt, villanyautóban mondjuk Hyundai-ék is jól állnak, akkor bedobnak egy 280 lovas turbomotoros sportszedánt egy olyan dizájnnal, ez nem olyan kusza, mint egy Lexus, erre jó ránézni. Ez egy ilyen nagyon extrém, de mégis valahogy harmonikus és működő dizájn, és azzal, hogy ráhúzták ezt a babakéket, hát tökéletes. 2 literes turbomotor, ugye, amit az i30M-ből is ismerünk, 280 lóerővel, egy rendes mechanikus, de elektronikusan vezérelt sperdifivel, akár 6-os kéziváltóval, akár dupla kuplungos váltóval, 5-3-as gyorsulással. Nem nagyon van erre ingerenciája a piacnak, de nagyon-nagyon bízom benne, hogy működni fog, mert kellenek ilyen autók a világnak. És hát, ami szintén amúgy kell a világnak, az ugye az egyre inkább fejlődő 3D nyomtatás, megnyitották a világ első háromdimenziós nyomtatással készült acélhídját. Lenyomtattak acélból egy hidat. Amsterdamban, hol máshol, hát nyilván erre is jó hatása vannak a tudatmódosítók, de felesleges pénzégetésnek tűnhet, de nem az. Azt vizsgálják, hogy a brutál gyalogos forgalom, ami majd terheli a hidat, ugye a hidat telerakták szenzorokkal, hogyan befolyásolja egy ilyen 3D nyomtatott struktúrának az állapotát az évek során, és ebből az adatokat feltöltik egy felhőbe, és elkészítik a hídnak a digitális mását, amiből aztán le tudják húzni a nekik szükséges adatokat a későbbi, ennél komplexebb, bonyolultabb
3D nyomtatott gépekhez és hídelemekhez. Tök jól néz ki, nagyon érdekes, nagyon bízom benne, hogy felkerül majd Encore-ra a fájl, és akkor hát ha az M0-es is egy picit hamarabb elkészül. Szárnyalnak a Lamborghini Urus eladásai, tényleg döbbenetes, hogy megcsinálták ezt a 600 lóerőnél is erősebb szupertraktort, és az első 6 hónapban 2796 darab kert el belőle 2021-ben, Huracánból 1532, Aventadorból 524. Tehát több Lamborghini hobbiterepjárót adtak el, mint normális Lamborghinit összesen. És amúgy 15.000 autónál járnak. Ez döbbenetes. De hogyha ez az ára annak, hogy legyen sportautó Lamborghini, miattam aztán? Egyre nagyobb divat Restomot Porsche-val járni. Ugye ott a Singer, ott a Roof, és most a Gemballa is beszáll, de ez nem az a Gemballa. Ugye Uwe Gemballa már viszonylag régen tuningol Porsche-kat, illetve mielőtt meghalt néhány évvel ezelőtt, viszont most az ő fia, Mark Philipp Gemballa indította el a saját startupját, neki ugye nincs köze az apja cégéhez, és a Singeréhez hasonló terepezésre szánt, egy kicsit a 959-esre emlékeztető Porsche-t dobott össze. Egy gyengébb változat lesz belőle 740 lóerővel és egy erősebb 818-al, több mint 930 Nm nyomatékkal. Egyértelmű, hogy mindenből a legjobb, a kipufogó az Akrapovics, vagy ahogy felénk mondják Aprókavics, a kaszni szénszálas, állítható futómű nyilván terepezésre, és ugye az egésznek az lesz a neve, hogy Martian, amivel a marsi homokra utalnak, hogy akár ott is elmenne, bár légkör hiányában azért ez nem ártana egy villanymotor. 2,6 másodperc alatt ugrik majd fel 100-ra, terepen 2,10-et megy, aszfalton 3,30-ot, és 178 millió forintot kérnek érte majd darabonként, azaz 890 darab F-Astra árát, 20 már el is kelt, és összesen majd 40 lesz belőle. És a végére egy könnyed, börtönbüntetést kapott a Carlos Ghosn szökését segítő páros. Ugye a legendás mém, Carlos Ghosn, Carlos Ghosn, akit egy hangszertokban csempésztek ki abból a tokiói hotelből, ahová a letartóztatás elől menekült, és mint kiderült, a tokiói bíróság ítélete szerint a nyugalmazott kommandós Michael Taylor 2 év börtönt, míg a fia Peter Taylor 1 év és 8 hónap börtönbüntetés kapott, mert részt vettek a 2019-es szöktetésben. Ugye Ghosnra állítólag azért sújtott le a törvény köze, mert meglehetősen alternatív módon kezelte a Nissan pénzeit, állítólag elég sokat csorgatott magának, de nyilván ez ennél egy jóval összetettebb kérdés. Ez volt a Zanza, a Total Car hírhátterező és hírösszegző műsora. Fontos, hogy minden, amiről beszéltünk, arról találtok egy linket itt a videó alatt. Kattintsatok el, és olvassátok el a részleteket. A jövő héten folytatjuk.